Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Batoly Natán. Ez a Világnézet Benderzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával. Szervusz, köszönöm, hogy fogadod a hívásunkat. Szia, szervusz, üdvözlök és üdvözlöm a minket hallgatókat is. A mai adásban pedig a Moldovában lezajlott népszavazásról fogunk beszélgetni. Ugye a hétvégén nem csak választás volt Moldovában, hanem népszavazás is. Itt az Európai Uniós tagságról, vagyis annak az alkotmányba történő kiemeléséről volt szó. Hogyan értékelnéd ezt a népszavazást? Hát ilyen felemás módon sült el, mert alapvetően ugye a moldáv hatalom nem volt rákényszerítve arra, hogy egy ilyen referendumot írjon ki az ország Európai Uniós tagságáról. Ugye, hogyha már valaki megnézi az EU bővítési dokumentumokat, akkor alapvetően a folyamat arról szól, hogy ugye különböző, lényegében 8 lépcsőből áll ez a folyamat, amikor különböző lépcsőfokokon bizonyos dolgokat kell teljesíteni az adott tagországoknak, és az utolsó lépcsőfok az, amikor minden más teljesült, amikor gazdaságilag is érettek rá az adott tagjelölt országok, amikor politikailag is megtették a szükséges reformokat. Tehát akkor, amikor minden más már teljesült, tehát Moldovától még azért messze van, tehát ugye 2022-ben Ukrajnával együtt kapták meg a tagjelölt státuszt, majd pedig 2023. decemberében nyitották meg a csatlakozási tárgyalásokat Moldovába, de egészen messze vannak még attól, hogy ténylegesen elérjék a csatlakozást, tehát ez még ilyen alsó hangon. Hát a moldávok 2030-ban reménykednek, de alsó hangon 10 év. Ez a folyamat. Minden esetre ennek a folyamatnak a legvégén kellene egy referendumot tartani az ország lakosságának, hogy ténylegesen akarják-e az EU-s csatlakozást. Na most a moldáv hatalom úgy döntött, ebben részben voltak politikai motivációk is, úgy döntöttek, hogy az idei elnökválasztási alkalmat egybe kötik egy ilyen referendumnak a kiírásával. Emögött alapvetően kétfajta ilyen cél lapult. Az egyik az, hogy az elmúlt években ténylegesen magas volt az országban, tehát jelentősen megnőtt azok száma, akik az EU csatlakozás mellett voksoltak. Korábban az ország mindig megosztott volt ilyen fele-fele arányban, és az elmúlt években 65-67% környékére emelkedett azoknak a száma, akik az Európai Uniós tagságot szeretnének, és ezzel egy ilyen referendummal akarták demonstrálni a moldáv hatóságok az EU-s döntéshozók felé, az európai közvélemény felé, hogy igenis az ország most már készen áll arra, hogy elinduljanak a csatlakozás irányába. Másrészt pedig ez egy politikai játék is volt, a Maia Sandu jelenlegi elnök ezzel a referendummal akarta mozgósítani a szavazóit, azt akarta elérni, hogy nagyobb legyen ugye a részvételi arány, és azok, akik lehet, hogy nem látnának tétet a jelenlegi választásokban, azok így is az urnák elé járuljanak, mert hogy az Európai Unióról szóló referendum az nyilván az fontos, az ország életében is így serkentse azokat az embereket, hogy az elnök választás mellett ilyen referendumra is elmenjenek. Nos, ehhez képest, elnézést a hosszú bevezető miatt, csak a kérdés szempontjából, a megértés szempontjából, hogy a fontos az a háttér. Most ehhez képest a korábban látott 65-67%-ok nem teljesültek, sőt, amikor elkezdtek beérkezni az első eredmények, akkor még nagyon úgy tűnt, hogy az EU csatlakozási szándék az veszített a moldáv lakosság között. Hát valamikor éjfél környékén, ugye vasárnap éjszaka tartották a választásokat, valamikor vasárnap éjfél környékén ilyen 60% körüli volt azoknak az aránya, akik nem elvoksoltak az Európához való csatlakozás mellett, ami ugye elég riasztó volt a moldáv politika elitek számára, és reggelre ez az arány megfordult, mert hát az éjszaka folyamán érkezett be azon szavazatok érkeztek be, amelyek külföldről jöttek, ugye a külföldön dolgozó, külföldön élő moldávoknak a szavazatai, és ezek gyakorlatilag megfordították az elejét látott ilyen elég keserű eredményt, és így lett most a 99,6%-os feldolgozottságnál
50,5% versus 49,5%, tehát gyakorlatilag 1%-nyi, 1%-os sem éri el a különbség, tehát nagyon úgy néz ki, hogy tehát nyertek, tehát megfordult az eredmény, nyertek azok, akik azt mondták, hogy Moldovának az európai kurzust kell követni, és csatlakozni kell az Európai Unióhoz, innentől kezdve ez bekerül az ország alkotmányába, de nagyon szűk volt a különbség, tehát ténylegesen látható, hogy az ország nagyon is megosztott ebben a kérdésben. Nem tudom, hogy kezdje meg a mérteket, vagy rákérdezett. Rákérdezek akkor a mértekre. Ugye az oroszok szerint a nyugati befolyás az Európai Uniónak a ráhatása, a moldovai elnök szerint, illetve a nyugat szerint viszont Oroszországnak a ráhatása miatt volt ilyen szoros ez a kérdés. Ugye te írtál egy karcos Facebook posztot ezzel kapcsolatban. Kérlek ismertest, hogy neked mi az álláspontod ebben a kérdésben. Hát ugye én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor rendkívül geopolitikailag rendkívül megosztott a térség, tehát egy sor válság ment végig az elmúlt időszak, mondja kezdve a Covid-válságtól, ugye az orosz-ukrán háborún át, az energiaválságon át. Nyilván ezeket a válságos időket különböző hatalmak próbálják kihasználni a maga szempontjából, és ez szerintem egy nagy politikai stratégiai hiba volt a Moldova vezetés részéről, hogy bizonyos politikai elképzeléseket követve most egy ilyen referendumot írjanak ki, ami hát végezhetett volna rosszabbul is, bár ugye ha azt nézzük, hogy végülis nyert 50,5% az EU csatlakozás, ez azért nem egy akkora felhatalmazás a moldáv hatóságok számára, hogy ezzel nem tudom, könnyebben döngessék az Európai Unió kapuit, és azt mondhassák, hogy mennyire egységes a moldáv társadalom, és mennyire akarja mindenki az Európai Uniós csatlakozást. Tehát azt gondolom, hogy az időzítés rendkívül rossz volt. Ez nem ennek a... Nem most volt itt az ideje ennek a referendumnak. Tehát maguk sétáltak be a csapdába. Ami az európai befolyást illeti, felvetetted a kérdésben, hát maga a kérdés Európai Uniós csatlakozásról szólt, és az elmúlt években sokkal magasabb volt ennek az aránya, miközben hát politikai kampányt folytattak a különböző az európai csatlakozás melletti pártok. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt évek válságai alapján, amikor hát korábban Moldovában nagyon cserélődtek a különböző politikai erők, sokáig a Voronyi-féle kommunista párt volt hatalmon, akik nyíltan orosz barát politikát folytattak, de az elmúlt években ez a fajta orosz barát politika ellehetetlenült Moldovában. Hát ugye hozzá kell tenni, Moldova egy ilyen befagyott konfliktus állapotában él, hiszen 1992-ben kivált Moldovából egy terület, a Transnisztriai Köztársaság, ami teljes mértékben orosz függés alatt áll, ami egy militarizált terület, és nincs realitása annak, hogy ez a terület valamikor a közeljövőben visszakerüljön Moldovához. Nem tudom, hogyha valaki járt a Transnisztriai Köztársaságban, az kicsit olyan, mint a megállt volna ott az idő, és nem tudom, a 80-as évekbe került volna vissza az ember mindenféle Lenin szobrokkal és ilyen szovjet maradványokkal. Tehát az ország egyrészt megélte ezt a befagyott konfliktus állapotot, egy ilyen rövid háborús időszakot, ami ugye orosz háttérrel történt. Oroszország amúgy érdekelt, hogy ilyen feszültségeket fenntartsanak a régióban. Majd pedig, amikor egészen megosztott volt itt az Oroszországhoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás irányába, majd pedig ugye jöttek sorban a válságok, és hát az orosz-ukrán háború az egyértelműen rámutatott arra a moldáv lakosság számára, hogy Oroszország egy veszélyes tényező, és ugye megnézzük az elnökválasztási kampányokat, akkor egyetlen egy párt sem voksolt az orosz kapcsolatokkal, hanem itt lényegében a kampány arra épült, hogy az egyik oldalon volt az európai párti erő, Maja Sandu és pártja személyében, a másik oldalon viszont azok voltak, akik most már egyáltalán nem, ahogy említettem, egyáltalán nem kampányoltak orosz barát politikával, hanem ők azt mondták, hogy hát Moldovának olyanféle független, ilyen semleges státusz kell keresnie, és igazából se egyik blokkhoz sem kell tartoznia, és kihasználnia mindegyiknek az előnyét, ugye ez a kampányolt Sandunak a
a fő ellenfele. De a legnagyobb probléma az volt, hogy Oroszország hát nem akarta elengedni Moldova kezét, és erőteljesen beavatkozott a moldova választásokba. Hogy ez hogyan történt, ugye erre most Szandó pártja azt mondta, hogy az ügyészségnek konkrét bizonyítékai vannak erről. Majd meglátjuk, hogy konkrétan milyenek lesznek ezek a bizonyítékok, de amiről szó van, az az, hogy Oroszország különböző proxikon keresztül, különböző pártokon keresztül, a Transnisztriai köztársaságon keresztül olyan pénzügyi szervezeteket, intézeteket nyitottak, ilyen itt 15-20-30 millió dolláros alapról van szó, amelyekből lényegében megvették a bizonyos moldáv szavazóknak a voksait. Ez úgy történt, hogy ígéreteket kaptak arra, hogyha bizonyos emberekre szavaznak, bizonyos politikai erőkre szavaznak, és ezt bizonyítani tudják, tehát mondjuk egy fényképpel, vagy bármilyen módon bizonyítják azt, hogy ténylegesen arra voksoltak, akkor nem tudom, rövidesen a számlájukra érkezik egy nagyobb összeg, vagy már eleve kaptak egy előleget, és majd megkapják a második részét, vagy ha elutaznak Transnisztriába, és ez egy, a határ egyébként nyitott, hát katonailag őrzik, de ilyen 50-60 kilométeres hatótávolságon belül el lehet azért menni a szakadár területre, és akkor ott fizikailag megkapják azokat a megígért forrásokat. És az ügyészség szerint ez a konkrét szavazatvásárlás az nagyjából 300 ezer embert érintett. Most, hogyha valaki megnézi Moldova lakosságát, itt 2,6 millió emberről beszélünk. Ebből is azok, akik választó, tehát szavazásra jogosultak, olyan 1,8, hát legjobb esetben is, nem tudom, 2 millió környékén vannak. Tehát ez a 300 ezer szavazat, az egy igencsak fontos mennyiség, mint egy a szavazatok 16-17%-át érinti. Most, hogyha ez alapján valaki megnézi az előzetes felméréseket, amelyek arról szóltak, hogy 3,60 a tényleges eredményeket, akkor hát könnyen az is kiszámolható, hogy az a különbség, amit végül is a végeredményben láttunk, az könnyen lehet, hogy azért van, mert egy külső hatalom szavazatvásárlásra befolyásolni próbálta a kampányt, és így javatkozott be a moldáv választásokba. Te azt egyébként el tudod képzelni, hogy Moldova igazából Ukrajna sorsára jutva egy orosz beavatkozásnak az áldozata lesz, akár egyébként Transnisztrián keresztül? Persze, erről évek óta szó van. Ugye legalább két alkalommal Oroszország állítólag, tehát nyilván itt, mivel ez nem sikerült, nem, ténylegesen nem történt meg, de hogy állítólag pucsot szervezett Moldovából, hogy leváltsák a Maja Szandu-féle demokratikus erőket, amelyek ugye ezt az európai pártiságot, tehát ezt az európai párt irányt támogatják, és azért, mert más országban is volt erre konkrét példa, itt Montenegróra gondolok, ahol ténylegesen történt egy pucs, katonai pucs kísérlet néhány évvel ezelőtt, és ahol az orosz titkos szolgálatok és akkor az orosz külső hírszerzés volt érintett, az végül is nem sikerült a montenegrói, és ott is hasonló volt a történet, a politikai elitek, az ország viszonylag megosztott, a politikai elitek a nyugati integrációt támogatták, Montenegro bevezette az eurót, csatlakoztak a NATO-hoz, és Oroszország ezt a kurzust próbálta megváltoztatni egy politikai beavatkozással sikertelenül, de ilyen politikai beavatkozással, amíg nem késő, tehát amíg Moldova nem csatlakozott a nyugati szervezetekhez, ilyen beavatkozásokat próbáltak kieszközölni az elmúlt években Moldovában is. Pláne, hogy Moldova egészen sérülékeny ilyen szempontból, nem rendelkezik lényegében saját fegyveres erőkkel, vagy hát minimális szinten rendelkezik fegyveres erőkkel, és a Transnisztria miatt, ami ugye közvetlenül ott van a szakadár terület, ami ott van Moldova határában, a Transnisztria viszont rendelkezik komolyabb fegyveres erőkkel, és jelentős orosz, hát legalábbis a regionális szempontból jelentős katonai orosz kontingenssel rendelkeznek, több ezer orosz katona állomásozik Transnisztriában, és a háború kirobban, az orosz-ukrán háború kirobbanása óta
komolyan felmerült, komolyan szó volt arról, hogy ez egy reális veszély, hogyha Oroszországnak sikerülne egy folyosót vágni, akár szárazföldön, tehát az ukrán tenger parton keresztül Transnisztriához, vagy akár a Fekete-tengeren keresztül, akkor Moldova ilyen szempontból veszélybe kerülne, és akár egy következő áldozata lehetne az orosz agressziónak. Nyilván, amíg Oroszország Ukrajnában van elfoglalva, ennek kevésbé van realitása, de hát amint ez a helyzet megoldódik, amint Oroszország keze mondjuk így kioldódna, akkor azt gondolom, hogy igen, csak komoly veszélyben lenne Moldova ilyen szempontból. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy az ország, tehát azért is tud Oroszország sikeres lenni, tehát hogy teljes képet kapjuk Moldovára, azért is tud Oroszország sikeres lenni Moldovában ilyen szempontból, tehát azért is tud hatékonyan befolyásolni, mert az elmúlt években az emberek azért csalódtak a Maia Sandu-féle kurzusban. Bár így is többség Maia Sandu-ra szavazott, de amikor ő hatalomra került néhány évvel ezelőtt, akkor ugye ellenzékben lévő politikai erőként került hatalomra, aki azt ígérte, hogy innentől kezdve felszámolja a korrupciót, emeli az életszínvonalat, igazságszolgáltatási reformokat vezet be, ugye az európai kurzus hirdette, és ezekkel az ígéretekkel választották meg teljesen új politikusként Maia Sandut, és ehhez képest azért az elmúlt években sajnos nem úgy alakultak a dolgok a jelenlegi politikai erők számára, mint ahogy tervezték, és ebben persze hát nem a szerencsétlenségükre, ugye a beszélgetésünk elején tárgyalt különböző válságok sora, az pont erre az időszakra esett Maia Sandu elmúlt 5 éves, vagy 4 éves, bocsánat, 4 éves elnökségére. Ugye kezdve a Covid válsága, amikor a hatalomra került, akkor jött a Covid, aztán a háború, aztán az energiaválság, és hát Moldova saját energiaforrásokkal nem rendelkezik, hát nem, hogy nyersanyagokkal nem rendelkezik, de áram szolgáltatással sem rendelkezik ezt az áramot. Ezt Ukrajnától vásárolták nagy részt, másrészt pedig a szakadár Transnisztriától jött még ez az áram, de nagy része Ukrajnából érkezett, és hát az orosz támadás miatt Ukrajna nem volt képes exportálni energiát, és ugye valahol ilyen ironikus módon a legnagyobb áramkimaradások, például 2022 és 23 folyamán nem Ukrajnában voltak, hát ott is voltak jelentős áramkimaradások, de Moldovában sokkal rosszabb volt a helyzet, mert ott volt, hogy napokig nem volt áram, nem volt energiaellátás, mert az ország egyszerűen nem volt erre a helyzetre felkészülve, és hát sokan a jelenlegi politikai vezetést hibáztatják azzal, hogy ezek a választási ígéretek nem teljesültek, és hogy igazából az életszínvonal az csak rosszabb lett. Az orosz kommunikáció gyakran hirdeti azt, hogy az EU egyfajta küszöb a NATO tagsághoz, és hogy a nyugat igazi célja az, hogy Moldovát a NATO-ba be tudja integrálni. Jöhet egyébként Moldova NATO tagsága, vagy az messzebb van még? Hát nem tudom, hogy az Európai Uniós tagság mennyire küszöb, ugye általában ez pont fordítva szokott történni, tehát a NATO tagság szokott lenni egy ilyen küszöb az Európai Uniós tagság felé, tehát hogyha megnézzük a térség államait, beleértve egyébként Magyarországot is, mindegyik állam több évvel azelőtt csatlakozott a NATO-hoz, mint hogy ténylegesen elérték volna az Európai Uniós tagság szintjét, sőt, itt Balkán országaiban, Nyugat-Balkán országaiban az Európai Uniós tagságra évek óta várnak országok, és egészen 2022-ig az Ukrajna miatti fellángolt újabb bővítési szándék előtt nem igazán volt perspektíva a tagjelölt országok számára, hogy ténylegesen belátható időn belül az Európai Unió részévé fognak válni. Tehát kaptak ígéreteket, de a 2010-es években ez a folyamat megrekedt. Ellenben a NATO-ban ezek az országok sorba csatlakoztak, tehát sokkal előbb lettek a NATO tagjaivá. Most, hogy ez Moldova esetében mit jelentene, én nem látom azt, hogy egy befagyott konfliktusban lévő országot a NATO
hajlandó lenne felvenni. Tehát az Európai Uniós tagság ilyen szempontból abszolút realitás. Nyilván, ahogy említettem, ez egy hosszú folyamat lesz, alsó hangon 10 év, de mivel Moldovában van egy megoldatlan konfliktus Transnisztriával, ezt a konfliktust vagy úgy tudja feloldani, hogy véglegesen lemond ezekről a területekről, és akkor ott húznak egy határt, vagy valahogy diplomáciailag, vagy katonailag megoldja ezt a dolgot, de addig, amíg ez a befagyott konfliktus fennáll, addig nem hinném, hogy... És nyilván Oroszország is pontosan tudja ezt, és pontosan erre játsza, hogy ez a konfliktus soha nem oldódjon meg. Tehát nem véletlen, hogy ugye ez egyfajta alapvetés, hogy 90-es évek óta azok az országok, ahova az orosz békefenntartók bejöttek, azokból az országokból még nem távoztak orosz békefenntartók, tehát azok gyakorlatilag ott is maradtak. Most Karabakh lehet, hogy egy ilyen kivétel lesz, hogy Azerbajdzsán végleg ugye visszaszerezte Karabakhot, és lassan az orosz békefenntartókat is valószínűleg ki fogja rakni, de hát ez egy másfajta helyzet. Oroszország szándékosan fenntartja ezeket a konfliktusokat, és ezeknek a konfliktusoknak a lehetőségét, tehát én egyáltalán nem várom azt, hogy a NATO az közeli perspektíva lenne Moldova számára. Ugye Moldova úgy is lehetne az Európai Unió, illetve a NATO-nak a tagállama, hogyha egyesülne Romániával. Ugye Románia irányából volt erre szándék egészen az orosz-ukrán háborúig, most úgy látszik, hogy ez megfordult, és talán Moldovában van erre több szándékpont az orosz fenyegetés miatt. Valamilyen szinten azért részese a párbeszédnek ez a téma, hogy egyesülnek Romániával? Hát az az igazság, hogy ha a moldáv állampolgárokat nézzük, akkor az ország már majdnem, hogy Románia részévé vált, hiszen csak az elmúlt 10 évben a lakosság közel 40%-a román útlevelet is kapott, tehát román állampolgárságot is kapott. Hogyha a korábbi évekkel együtt nézzük, tehát nem csak az elmúlt 10 évben, akkor az látható, hogy az ország lakosságának több mint fele kettős állampolgár, tehát román, moldáv állampolgár. Nyilván ez a folyamat többek között ugye azért, mert a román állampolgárság egy sor előnnyel járt számukra, tehát ugye az Európai Uniós előnyök miatt a szabad beutazás, a szabad munkavállalás, tőkemozgás, ezek mind fontos előnyökkel jártak Moldova, pontosabban a moldávok számára. De hát az elmúlt években ugye megszülettek azok a kétoldalú megállapodások, a társulási megállapodástól kezdve, hogy a tagjelölt, az Európai Uniós tagjelölt státuszon át, amelyek egyébként is megkönnyítik a moldávok munkavállalását. Tehát elméletben már nem nincsenek rászorulva a román állampolgárságra, mégis a román állampolgársági szerzés folyamat az nem állt meg az elmúlt években sem, és ugye mind a mellett, hogy az ország lakosságának több mint a fele rendelkezik román állampolgársággal is, azt is el kell mondani, hogy az ország lakosságának fele külföldön dolgozik. Tehát ez ilyen szempontból Moldova egy igencsak egyedi és igencsak sérülékeny helyzetben van. Tehát a 2,5 milliós lakosságból több mint 1 millióan az Európai Unióban dolgoznak, és 300-400 ezeren pedig Oroszországban dolgoznak. Ez ugye az ország lakosságának a fele. Ezekből a hazautalásokból a moldáv GDP 15%-a származik, ez egy igencsak magas szám. Mindenesetre mindezzel arra akarok utalni, hogy a moldáv vezetés számára vélhetően azért egy sokkal biztonságosabb helyzet lenne, hogyha Románia részévé válnának, és ez nem tudom, de valószínűleg nem rövid távon, de közép-hosszú távon ez abszolút benne van a lehetséges forgatókönyvek között. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a novemberi második fordulónak az eredménye, és hogy ámlok mi lesz Moldovának a jövőjére. Reméljük azért, hogy békességben és stabilitásban tudnak majd fejlődni. Benedzsevszky Anton, köszönjük szépen, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést.